zajlik a csúszásmentesítés a városban. Élő könyvtár elnevezésű rendezvényt szerveztek az Ózdi Városi Könyvtárban. Véghajrába értek az Abigail próbák. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, élőben YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Jó estét kívánok! Zajlik a csúszásmentesítés a városban. Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény munkatársai ma reggeltől azon vannak, hogy minél járhatóbbá tegyék a lakosság számára a járdákat, parkolókat, emellett az utakat is sózzák. Az Ózdi Horgásztó Jégvastagsága már majdnem elérte a sportolásra alkalmas szintet, de még mindig nem javasolják a korcsolyázást. Csúszásmentesítik a gyújtótér térségét az Ózdi Városüzemeltető Intézmény munkatársai, de nem csak itt, hanem az Zrínyi Miklós úton is tevékenykedtek a dolgozók. A bodellákban só és sódár keveréke van. A tárolók tartalma a kézi út tisztításban résztvevőknek könnyíti meg a dolgát. Feladat pedig akad bőven. Ma reggel is szállingózott a hóvárosunkban, de a meteorológusok esőt, ónos esőt is jósoltak a környékre. Tegnap esett egy olyan 1 cm-nyi, úgyhogy most tegnap éjszaka elég rendesen alásóztuk az utakat. Most is a diszpécserünk körbejár. Néhány meredekebb utat kellett megszórnunk. Jelenleg most éppen a Damjanics úton szórnak egy kisebb szakaszokat. Folyamatosan ellenőrizzük. Hát most 2 órára ónos esőt jósolnak, reméljük ez nem jön be. Meglátjuk. A kézi úttisztítás az jelenleg is folyik, nem is az utakat, hanem a járdákat tisztítják most. Ma 2 fronthatás volt, pénteken hideg front érkezik. A változó időjárás az emberi szervezetet is megterheli, főleg ha valaki valamilyen szív- vagy érrendszeri problémával küzd. Az időjárás ilyen, nem lehet kiszámítani, hogy most esik-e, vagy hó esik-e, vagy eső esik-e. Hát ez megvisel mindenkit amúgy, mert ilyen frontérzékenyek, szívbetegek, ilyesmit, igen, megviseli őket. Én azt gondolom, hogy először szíves embereknek ez egy óriási probléma, keringési zavarokra. Hát ezen kívül nem tudunk rajta változtatni. Hát ha tudnák változtatni, már nem így lenne. Egyébként engem is megvisel néha, hogy hideg, meleg, meleg, hideg. Hát ez gondolom nem csak én vagyok így. A vékony hóréteg alatt már igen vastagnak tűnik az Ózdi horgásztó jege, még mi is rámerészkedtünk pár perc erejéig, hogy kiderítsük, mi a helyzet. Az Óvi mai mérései szerint azonban még csak 11 cm-es a jégréteg, a biztonságosnak pedig el kell érnie a 12-13 cm-t. Ekkor fogják a jégre lépni tilos jelzést beszedni a partról, illetve a korcsolyázásra alkalmas területet reflektorokkal is kivilágítják, de még így is csak saját felelősségünkre léphetünk rá. Újabb közlekedési baleset történt a térségben, ezúttal a Borsod-Nádasdi szerpentinen sodródott a mélybe egy autós. Helyszínen szerzett információink szerint a fekete gépjármű sofőrje Ózd irányába haladt, amikor eddig tisztázatlan okokból a kanyarban megcsúszott és lehaladt az úttestről. Az időjárás ma sem kímélte az autóvezetőket, felvételeinken is jól látszik, hogy igen fényes és latyakos az út. Pontosan ezért fontos nagyon óvatosan közlekedni. Az elmúlt napokban már nem ez az első olyan eset, amely feltételezhetően részben az időjárási körülményeknek köszönhető. Az Ózdi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának munkatársai helyszíneltek a területen. Úgy tudjuk, az autóban 2 ültek, akik saját erejükből hagyták el a járművet, az anyagi kár jelentős. Az esetnél az Ózdi hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársainak is be kellett avatkozniuk, a lánglovagok áramtalanították a gépkocsit. Élő könyvtár elnevezésű rendezvényt szerveztek az Ózdi Városi Könyvtárban. Már korábban is volt hasonló esemény, amely nagy népszerűségnek örvendett. Az élő könyvtár épp úgy működik, mint egy rendes. Az olvasók kikölcsönöznek egy könyvet egy rövid időre. 6 személy vállalta ezt az izgalmas szerepet, az olvasók pedig városunk középiskolásai voltak. Először 2019-ben volt élőkönyv rendezvény az Ózdi Városi Könyvtárban. A mai napon a Magyar Kultúra Napja előtt tisztelegve újra megszervezték a különleges könyvtári napot.
A Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium 30 tanulója 5 fős csoportokban 15 perces beszélgetés során ismerkedhetett meg az általuk kikölcsönzött élő könyvekkel, akik ezúttal az élet több területén tevékenykedő szakemberek voltak. A meghívott élőkönyvek mind olyan személyek, akik tevékenységükkel, munkájukkal a kultúra valamelyik ágához kapcsolódnak, és ezáltal szeretnénk megmutatni a gyerekeknek a kulturális területeket is. Másrészt pedig egy mindig az élőkönyvtárunk programnak a pályaorientáció, hiszen szeretnénk a diákoknak egy utat mutatni, hogy milyen tevékenységek vannak, hogy esetleg miket választhatnak majd a további életük során. A könyvtár vezetője ismertette a tudnivalókat a diákokkal, akik kiválasztották azt a szemét, akit először szeretnének meghallgatni, aztán a csoportok az intézmény egy-egy helységébe vonultak az élőkönyvekkel. Most Fazekasné Szabján Erika, Varga Gábor, Demes Ferenc, Szaka Attila, Kecskés Nikoletta kapcsolódott a programhoz, és Olá Zsolt, aki először vállalta az élőkönyv szerepét. Én nagyon szeretem motiválni, olyan irányba szeretem motiválni a mai fiatalokat, hogy mindenképpen legyen hobbiuk, meg sportoljanak. Ugye, már nálam ugye a hobbi volt az első szám, hogy én gyerekkorom óta családi hagyományként úgymond zenélek. Zenéltem, nálunk majdnem mindenki zenél, gitározik. És hát én az elején eldöntöttem azt, hogy én akarok olyan zenekart csinálni, amivel eljutunk mindenfelé, ugye nagyobb fesztiválokra, rendezvényekre. A fiatalok kérdéseket tettek fel a nagy zenei múlttal rendelkező élőkönyvnek, aki minden témában igyekezett válaszolni és inspirálni őket arra, hogy minél hasznosabban töltsék a szabad idejüket. Szaka Attila köznevelési és művelődési referens leginkább a város kulturális életéről beszélt, illetve egyetemi éveinek érdekes pillanatait osztotta meg a tanulókkal. A tanulók az élőkönyvekkel való negyedórás alkalmakat nagyon hasznosnak találták, hiszen egy ilyen jellegű közösségi beszélgetésen sokkal jobban megnyílnak, mint egy baráti vagy családi összejövetelen. Kihirdették a keresztfél éves felvételi ponthatárokat. A 2024. februárjában induló képzések teljes listáját a felvi.hu oldalon lehet megtekinteni, ahol egyetemekre és karokra leosztva lehet megkeresni az egyes szakokat. A besorolás nyert jelentkezőnek egyébként hamarosan az érintett egyetem is küld egy határozatot, amelyben tájékoztatják a hallgatói jogviszony létesítésének feltételeként meghatározott beiratkozás helyéről, idejéről és az ezzel összefüggő teendőkről. A határozatnak 8 napon belül kell megérkeznie. A Szent Istvánt, a Wednesdayt és a Rüntjit nem, de másik 70 új keresztnevet bejegyeztek tavaly. A 2022-es rekord után tavaly csökkent a Nyelvtudományi Kutatóközponthoz beérkező kérelmek száma, ugyanakkor az utónévbizottságnak így is 469 esetben kellett döntenie 2023-ban. Ebből végül 70-et fogadtak el, amelyből 43 női és 27 férfi név derült ki a 24.hu cikkéből. A szülők célja általában az, hogy minél egyedibb nevet válasszanak gyermeküknek. Előfordult már, hogy valaki szerette volna levédetni is az adott nevet. Már 4570 névből lehet válogatni, ezek közül 2607 lánynév és 1963 fiúnév. Nevet csak a magyar helyesírás szabályai szerint lehet bejegyezni, a kérelmek nagy része mégis idegen helyesírással írt névre vonatkozott. A kettős keresztnevek 2023-ban is nagy slágernek számítottak. Közülük az angol Emilyn és az Anna Rózsa bekerült az adható női nevek közé, de többen hiába próbálkoztak. A különleges nevek közül több is átcsúszott a szűrőn. Többek között ilyen a Legolász, Galahad, Pipó, Dáris. Volt azonban, aki Szent Istvánnak, Jézusnak vagy Lucifernek szerette volna hívni gyermekét. Ezt nem engedélyezték. Ha valaki mégis úgy érzi, hogy a választható nevek közül nem talál megfelelőt a gyermekének, és valami újat szeretne javasolni, akkor az eddigiekhez képest néhány új követelményre is figyelnie kell. Így érdemes pontosan utána járni a részleteknek. Véghajrába értek az Abigail próbák. Az Ómi Zenész Színház február 17-én és 18-án musicalként viszi színpadra Szabó Magda ifjúsági regényét, amely először 1970-ben jelent meg.
A darabot Béri László rendezi. Az esemény olyan nagy népszerűségnek örvend, hogy dupla előadást kellett műsorra tűzni. A próbák teljes gőzzel zajlanak, hiszen kevesebb, mint egy hónap maradt a bemutatóig. Az Ómi Zenész Színház tagjai próbálnak az Olvasó Színház termében. A következő darab, amit színpadra visznek, Szabó Magda nagy sikerű ifjúsági regénye, az Abigail lesz. Az első kiadás 1970-ben jelent meg, azóta tévésorozat, hangos könyv és musical is készült már belőle. Kezdetben romantikus, kalandos lányregénynek tűnik, később azonban ennél komolyabbra fordul a cselekmény. A II. Világháború a gondatlan kamaszok életébe is begyűrűzik, az események középpontjában pedig egy fiatal diáklány, Vitai Georgina áll. Gina egy pesti úrilány, akinek mindene megvan, jó iskolája, barátai, szerelme Kuncferi, és ebből a pesti környezetből kerül ki egy vidéki lánynevelő intézetbe, ahol a szigorú szabályok és szigorú emberek miatt nagyon nehezen illeszkedik be. Viszont egy idő után felülemelkedik ezeken az akadályokon, és megtanulja, hogy milyen is ez a felnőtt lét. A darabban a társulat tagjai mellett budapesti és miskolci művészek is szerepelnek majd. A közös próbán ők is részt vettek. A darabban több mint 30-an szerepelnek majd, a háttérben azonban sokkal többen tesznek érte, hogy életre keljen a mű. A ruhák már a szereplőkön vannak, és a díszlet is folyamatosan épül. Én azt gondolom, hogy maga a művészeti nevelés, meg az, hogy a városnak a művészeti élete folyamatos legyen, és hogy működjön, az elengedhetetlen része az Ómi Zenész Színház, és azt gondolom, hogy minden évben meg kell mutatni, hogy ilyen fantasztikus társulata van ennek a pici városnak. A budapesti művészek között van, aki már hosszú évek óta jár vissza a társulatba. Vanya Róbert nagyon szeret együtt játszani az Ózdiakkal. Most már szinte olyan, mintha hazajönnék. Nagyon, nagyon szeretem ezt a társaságot, nagyon jó csapat, és már a Hernél is bebizonyosodott, hogy sokkal több energiával játszanak, nagyon összetartanak. Én is igazából tanulok tőlük, és az, hogy nagyon... Nem is nevezhető kollegális viszonynak, hanem inkább, mintha barátok lennénk, vagy egy család. Az előadásig már kevesebb, mint egy hónap van hátra, a jegyek pedig szinte teljesen elkeltek. A próbáról készült bővebb összeállításunkat a Kaleidoszkópban tekinthetik majd meg. Városunk is csatlakozott az Európai Méhnyakrák megelőzési hét programsorozathoz. Gyöngypercek elnevezéssel szerveznek eseményt a Civilház rendezvénytermében, holnap délután 3-tól, melynek fővédnöke Janicsak Dávid városunk polgármestere. Fellép az Ózdi Néptánc Egyesület, valamint Tótné Kocska Orsolya és tanítványai. Ezúttal dr. Noszoszó Michel szülésznőgyógyászt hallgathatják meg az érdeklődők, majd kötetlen beszélgetés és kreatív munka következik. A szervezők fontosnak tartják, hogy minden évben január 3. hetén felhívják a figyelmet a méhnyakrák elleni küzdelemre és megelőzésre. Ózdon az egészségfejlesztési iroda csatlakozott a Májva Virág Alapítvány programsorozatához, melynek köszönhetően, de január 25-én csütörtökön, délután 3 órától a Civilházban várjuk majd szeretettel azokat, akik ebben a témában többet szeretnének tudni. A méhnyakrák elleni küzdelemről, illetve a prevencióról lesz szó, előadásokat hallgathatnak meg a résztvevők, illetve utána egy közös gyöngyfűzéssel készítünk alkötőket a méhnyakrákban szenvedő daganatos betegeknek. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat, még egyszer, röviden. Nagy erőkkel sózzák a parkolókat, utakat, járdákat az Óvi munkatársai. Az Ózdi Horgásztó Jégvastagsága még mindig nem ért el a sportolásra alkalmas szintet. Lesodródott az útestről egy autós a Borsod-Nádasdi szerpentinen. Az autóban ketten ültek, akik saját erejükből hagyták el a járművet. Az anyagi kár jelentős. Élő könyvtár elnevezésű rendezvényt szerveztek az Ózdi Városi Könyvtárban. Már korábban is volt hasonló esemény, amely nagy népszerűségnek örvendett.
Véghajrába értek az Abigail próbák. Az Ómi Zenész Színház február 17-én és 18-án musicalként viszi színpadra a Szabó Magda ifjúsági regényét. A jegyek szinte teljesen elkeltek. Végül néhány szóban a várható időjárásról. Csütörtökön szeles nap vár ránk, sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugati szél, több órára kisüt a nap, a gyors felhő átvonulásokból azonban néhol egy-egy futó zápor kialakulhat. A hőmérséklet hajnalban néhol -1, napközben pedig 6 fok körül alakul majd. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Irodónkat követően a Múlt Idő című archív felvételekből álló magazin műsorunk legújabb részét ajánlom figyelmükbe. Az adásban egy 1991-es felvételen bemutatkozik a Cox Blues Band, de szóba kerül egy sportverseny, omladozó épületek és az összefogás a romániai forradalom idején is. Holnap ugyanebben az időben is lesz híradó, amelyben megmutatjuk a város legfontosabb történéseit. Szép estét és jó pihenést kívánok, viszontlátásra!